Tiszteltek, köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Hát lesz itt minden új Magyarországtól, régi milliárdokig sok mindenről szót ejtünk majd. Először az új Magyarországról, vagy annak vágyott képéről, György Péter esztétával egyetemi tanára, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ugye akiről és amiért erről beszélgetünk, hát akiről nem annyira, de ő az apropó Békés Márton, a Terrorháza Múzeum kutatási igazgatója, aki ír meg, beszél mostanában egy új Magyarországról, amelynek megteremtésére várt a kétharmad, a nemzeti oldal, és amely új Magyarország új kulturális teret igényel magának a régi helyett. Nagyon nehezen tudom leírni azt, hogy ő ezt hogy gondolatja, egy esztétának lehet, hogy könnyebb. Mi az az új Magyarország? Bocsánat, nem kellene megemlítenünk, hogy szerettük volna, hogyha itt van. Hát majd megemlítjük, közben, de megemlíthetjük most de is, tehát bocsánat, akkor legyen az úgy, hogy igen, Békés Márton urat is hívtuk természetesen, hogy beszélgessünk, sőt, hogy legyen akár vita György Péterrel, ő nem zárkózott el, a mai nap nem volt neki jó. Azt ígérte, hogy egy későbbi időpontban erre teret kapunk, és időt is tőle is jön hozzá. Ezt is elnézést, hogy a dolgot beavatkoztam. Hát, nincs ezzel baj. Van, csak valóban nagyon... tehát én szerintem ez egy nagyon fontos probléma, amiről itt szó van, és sajnálatosnak tartom valóban, hogy nincsen itt, mert úgy gondolom, hogy a nézők, a kívülállók, illetve az érintettek, egy sokkal gazdagabb beszélgetést kaphatnának akkor, hogyha tényleg egy igazi vita lenne. Nem maradnak ki belőle, mert megejtjük ezt a vitát, jó? Viszont muszáj nélküle is beszélnünk arról, amiket állít, mert bizonyos mértékig elkezdte a sajtóban folyó polémiákat tematizálni, ezt most szépen elmondtam. A kedves néző, gondolom értik, a blogírók, a Facebook bejegyzések és a különböző internetes portálok sorra idézik ezeket a mondatokat. Ez világos, és szeretném két egy személyes jellegű dolgokkal kezdeni, tehát egy emberi lényel, az Esterházy Péterrel, és utána egy elvibb jellegűen. Ő ugye azt mondja, hogy az Esterházy Péter, hogy tulajdonképpen abba kéne hagyni, hogy a jó író etalonja legyen, és amúgy pedig meg egy balliberális írónak tekinti. És azért két apró megjegyzést tennék arra nézést, hogy hogyan is építjük fel a közhelyeket. Az Esterházy Péter 1990-ben egy Hitel című újságírója volt, ami a Népieknek alapja volt, és azért volt kénytelen ott hagyni, mert a Csóri Sándornak megjelent egy Nappali Hold című dolgozata, ami egy végtelenül szomorú és egy nagyon, nagyon nehéz pontja egyébként ennek a kiváló és nagyon fontos magyar írónak, a Csóri Sándornak, nevezetesen arról ő azt mondta, hogy a szabadelvű zsidóság asszimilálni kívánja a magyarokat magához. Ami minden évtől függetlenül azért egy botorság, mert hogyha a szabadelvű zsidók, akkor azok magyarok, tehát nem nagyon tudom eldönteni azt, hogy a Sárközi György az miért ne lenne pont úgy magyar, mint a... vagy csak egy nagyon sötét faji törvények alapján. A másik, hogy a... és akkor lesz lehet, hogy kénytelen volt ott hagyni ezt a újságot, és ettől lett úgymond az Életési Irodalomnak az egyik, mint valóban nagyon otthonosan mozgó írója, de nem volt eredetileg világos, hogy ő neki nem ott lenne a helye, és ő azt gondolta, hogy ott lenne a helye, és hogyha egyébként a Csóri ezt nem mondja el, ott is volt egy ideig. A másik, hogy amikor meghalt ez az ember, akkor Várszegi Asztrik, és ezt most engedelmedről föl fogom olvasni, mert ez egy nagyon pontos mondat, mégis akkor búcsúztatásból, főapát, igen, hogy búcsúzik egy nemzet, egy nép sorsával azonosuló írójától és gondolkozójától. Hogy ha Pannonhalmi főapát ezt mondja, akkor ezt mondjuk illik megjegyezni, vagy illik felemlíteni. Nem azért mondom, mint hogyha az Esterházy Péter nem lett volna egy végtelenül türelmes, és egyébként nagyon éles nyelvű, és hogyha akarod, akkor valóban nagyon liberális gondolkozó, csak azt akarom mondani, hogy úgy volt azonos ezzel a nemzettel, amiből egyébként egy olyan, úgymond tudományos igazgatónak, mint Békés Márton, egy mozdulattal kitaszítani. Ez egyszerűen több, mint elszomorító, és végtelenül elgondolkoztató. Azt mondja, kiváló történész szerzőnk Békés Márton, hogy a rendszerváltás után egy korszakváltást is ideje végrehajtani, új konzervatív, kulturális korszakot kell teremteni. Nem az következik be a zseniális, szenzációs, csodálatos és leírhatatlan szerzők által, hanem erővel megteremtjük. Ezzel kapcsolatban még egy megjegyzést tennék ehhez, amit meghallgattam az interjúját, ahol ugye a konzervatív és a népies, azok egymás után következtek. Sőt, néha keveredik is az írásában. Na most ez azt jelenti, hogy például már megint nem tudjuk, hogy mit beszélünk, mondanám ilyen több eszemelső szemében, mert hogyha a magyar népiek Németh Lászlótól I. és Gyulán át azonosak voltak a magyar konzervativizmussal és a Horthy rendszerrel, akkor nem tudom, hogy miről beszélünk. Ezek az emberek ki nem állták a Horthy rendszert, számtalan módon adtak ennek. De a konzervatívizmus az mindenképpen és minden esetben a Horthy rendszer. Nem, Hortizmussal azonosítható? Nem, de úgy értem, hogy a magyar népiek azok baloldaliak voltak.
Baloldaliak voltak egyébként 56-ban, baloldaliak voltak a 30-as években, baloldaliak voltak egyébként az a Babits halála után, amikor az IS szerkesztette a Magyar Csillagot, és tényleg egészen bátran és hibátlanul viselkedett. Szó nincsen arról, hogy konzervatív volt. Csak ez azért mondom, mert ez összefügg azzal a dolgokkal, hogy miféle forradalomról is beszélünk, miféle új Magyarországról beszélünk. Ha konzervatívat akarnak, vagy bebe jussz, akkor ezt el kell dönteni, mert a kettő együtt nem megy. Egyszer volt egy Torgyán József nevű magyar, sajnálom, hogy fel kell nevetnem, aki egyébként a Balcsi Zsilinszkit és az Áhímel Andrást tekintette pártja elődeinek, csak az nem megy, mert az egyik végzett a másikkal. Szóval azt akarom mondani, hogy a konzervatív és a plebejus, és tehát a népiek, azok nem fog egyszerre menni, mert a konzervativizmus az egyébként nagyon nemes hagyomány, speciál Esterházy Péter szerintem, mint a konzervatív. De abban az értelemben, ahogy Békés használja, abban az értelemben létezik egyáltalán a jelen időben a népies és a konzervatív kulturális társadalom? Nem létezik, csak ő neki ugyanakkor jogában áll egy diskurzusban, itt vicces módon a hátam mögött megvédem, jogában áll úgymond a magyar szellemtörténetből kiválasztani azokat a mintákat és értékeket, amelyekre úgymond hivatkozik. De azért fontos, hogy létezik-e, mert ennek kéne átvenni a mai baloldali liberális kulturális túlsúlytól az irányt. Miközben azt is leírja, hogy már nincs túlsúly. De... Szóval menjünk akkor egy kicsit abba bele, hogy ez a baloldali liberális túlsúly, tényleg mondjuk a Borbély Szilárdról beszélünk, a Nincs Telnek szerzőjéről, aki egyébként nagyon komoly lépéseket tett azért, mint úgymond baliberális kiváló Debreceni Egyetemről. A Jancsó Miklósról beszélünk. Arról Jancsó Miklósról beszélünk, aki... Mert őt megemlíti név szerint is. Igen, a Jancsó Miklóst baloldalinak lehet nevezni, liberálisan nagyon bonyolultan, de hát tényleg, hogy aki látta már a filmjeit, aki végignézte ezeket a filmeket, az tényleg azt. Tehát azt kell mondanom, hogy a ballib kultúra, ez a kifejezés, ez semmi más, mint a politikai szitok szó, azzá lett, és ez végtelen fájdalmas, mert hogyha így közel mész hozzá, akkor ebből semmi nem áll. Viszont, hogyha ez egy esztétikai vita lenne, akkor azt mondanám rá, hogy hát persze miért is ne, mint ahogy te is így fogalmaztál az előbb, hogy hát jogában áll kijelölni különböző pontokat. De nem arról szól, mert hogy Békés szerint a folyamat második lépése, most akkor szó szerint, hogy a jobb oldal használja a korábban a baloldali liberális oldal által gyarmatosított művelődési intézményeket, tehát a Magyar Tudományos Akadémiát, az egyetemeket, a színházakat, a könyvkiadást, a zenei életet és a galériákat. Ez egy háború. Ez egy kulturális háború, ez egy igazi kultúrkampf, amire tényleg azt kell mondanom, hogy aki mondja, azt még azt sem menti föl, hogyha naivitásból mondja. Hogyha taktikából mondja, vagy stratégiából mondja. Hogyha bizonyos értelem ugyanazt a megoldást választja mindig, amit a Donald Trump, aki először elmond egy szörnyű őrültséget, hogy enged a felénél. Egyébként most például érdemes megnézni, mi a valóság. A Magyar Tudományos Akadémiának ők neki mentek, egyébként nagyon egyszerű volt, mert legyünk őszintén, a társadalomtudósoknak mentek neki. Majd szemet találtak magukat Magyarország egyik leghatásosabb kasztjával egyébként, és direkt mondom ezt a kasztot, a nemzetközi tudományba beágyazott természettudósokkal, akiknek eszük ágában nincsen ezt elfogadni. Szatmári Őrstől elkezdve, Frany Tamáson át, az akadémia elnökeik, ezek az emberek nehéz azt mondani, hogy amúgy kommunisták, és meg vannak zavarodva attól a dolgot, hogy ezek kikérik maguknak nyersebben szólván, hogy a magyar tudomány az alapkutatás függetlenségét azt úgymond innovációra használja. Tehát amikor ebbe közel megyünk, akkor ez nem működik. A magyar filmgyártásra lehet azt mondani, hogy oké, foglaljuk el, de mit jelent? Kivel foglaljuk el? A Bolgár Györgynek volt egy nagyon reális mondata ma, amikor a rádióban megkérdezte, azt mondta, hogy a jobb oldali remekműveket kell alkotni, hogy egy politikus nem mondhatja meg nekem azt, vagy neked, vagy én nem mondhatom meg, egy esztéta sem mondhatja meg, bocsánat, hogy hogyan kell remekművet alkotni. Az egyetlen dolgom, hogy nekem legitimitásom van, hogy regisztrálok egy műalkotást, és utána azt mondom, hogy oké, ez nekem tetszik, vagy nem tetszik. De az, hogy egy műalkotás megszületik-e vagy nem, az tényleg azt kell mondanom, hogy nagyon sok akarod művészet szociológiai tényező eredménye, vagy az Isten kegyelme nekem, mindegy, hogy melyiket választom. És az, hogy milyen oldali remek mű, az egy fontos esztétikai kérdés. Adi Endre, az kinek az oldala? Az Adi Endrét mégsem lehet azt mondani, hogy egy balliberális ős idol. Nézd meg, amit ez a fiatal ember a Tolnai gyászbeszédében mond, hogy hát igen, hogy most nem fontos, hogy rendesen szó szerint, hogy ha egyszer fölé keveredtél a közösségnek, akkor a fajnak, akkor aztán mi lesz, akkor bliktri, ennyi van. Szóval ez nem, tehát ez egyáltalán nem úgy működik. Az a politikai kategória rendszer, amelyben ez a fiatal ember beszél, annak az a tulajdonsága, hogy nem, tényleg azt mondom, hogy nem tartja tiszteletben a kultúrának az értékeit. Azt mondja, hogy a
többszöri kétharmad esélyt ad a kormánypártoknak arra, a kormánypártoknak, nem az alkotóknak, hogy azokat a kulturális mércéket, standardeket, amelyek többek közt a baloldali urbanos alkotók, Spiro Eszterházy, Jancsó, stb. Lefektettek, megváltoztassák. Standardeket, mércéket változtatunk meg. De hogyan? Abban a reményben mondom ilyen egyenesen és világosan, hogy egyszer majd leülünk rajta le. Ez egyszerűen tűrhetetlen, amit mond. Nem úgy tűrhetetlen, hogy én ne tűrném jól, hanem szellemileg tűrhetetlen abban az értelemben, hogy ők megnyertek egy politikai választást, de nem nyerték meg a magyar kultúra fölötti kontrollt, mert ezt egyébként valójában kommunisták szokták egyébként gondolni, hogy megnyerték, és egyébként ők is nagyon rosszul jártak vele. Azt a magyar miniszterelnök eldöntheti, hogy egy műre ad pénzt vagy nem, és ez a magam részéről azt gondolom, hogy be is fejeztem az erről való beszélgetést. Nem tudom, miről beszélni. De azt, hogy milyen műalkotásokról mondjuk azt, hogy ezek jobboldaliak, ennek a mondatnak tényleg nincsen értelme. Nem tudom eldönteni, tényleg mennyire ezen végig. Adi Endrétől, Németh Lászlón át, nem tudom, de tényleg próbálok ilyen népies... De nagyon furcsa, mert ugye ne legyen Mérce Jancsó, vagy ne legyen Mérce Eszterházy, meg kell változtatni a mércét, de nem mondja meg, hogy kihez kell igazítani a mércét. Tehát odáig ő sem merészkedik, remélem, hogyha eljön hozzánk, és bízom benne, hogy eljön hozzánk, akkor megteszi, hogy megmondja, hogy ki a mérce. Nagyon hosszú ideje van az a probléma, hogy én, hogy a magyar úgymond jobb oldal idézőjelbetével, az vágyik arra, hogy legyenek saját sikerei. Ez egy bűnös vágy, hogyha tetszik, abban az értelemben, hogy nem saját írókra kéne vágyniuk, hanem egész egyszerűen örülniük kellene annak, hogy mindentől függetlenül Mészöly Miklós milyen nagy író volt. Itt viszont vádként úgy hangzik el a dolog, hogy a frankfurti könyvvásárban még mindig, meg a budapesti könyvfesztiválon még mindig érződik a baloldali liberális szerzők helyzeti előnye. Ami hát ugye véletlenül egy minőségi előny, és akkor visszakanyarodok a mércéhez. Vagy nem tudom, én ebben nem mennék bele, hogy mi a minőségi. Ő viszont azt mondja, hogy az urbánus liberális szerzők az ásatag múlt. Ez egyetlen egy dolog, ami tetszik bennem, mert legalább azt magamra tudtam menni, és akkor de pontosan éreztem, hogy tök rendben van, ez én rólam, ez 64 éves leszek idén nyáron, tehát oké. De egyébként ettől eltekintve könyörgöm már. Nézed végig mondjuk a Litera című újságnak, vagy ami internetesen, hogy hány irodalmi fiatal írók által fenntartott tábor folyóirat működik Magyarországon ma, hogy ez egész nyár azzal telik el, hogy a FISZ-nek a táborából, a HIVIZ-nek a táborába megyünk át, hogy jelenleg Szekszárdon éppen a Mészöly Miklósnak az emlékére van egy fiatal írók által és fiatal irodalmárok által fenntartott nyári egyetem. Szóval, hogy ebből semmi nem igaz. Tehát lehet, én valóban egy ásatag öreg ember vagyok, ez tök rendben van, de van egy kulturális virágzás Magyarországon. Még egy dolgot árulj el nekem, majd más helyet nyilván nem tudsz gondolkozni, nyilván mást is, békésudat is meg kell erről kérdezni. Az miért van, hogy nem azt az egyszerű módszert választja a hatalom, hogyha ő a hatalmat képviseli ebben az összefüggésben, hogy akik sikeresek, akik a legjobbak, azokat megpróbálja magához ölelni. Azt mondani, hogy na ugye, hát ezek is mi vagyunk, ez a magyar kultúra, na ezt építjük mi, azt a magyar kultúrát. Igazából a legsikeresebbnek mondottakat megpróbálja kitolni a képből. Ugye az a helyzet, hogy a Szabó Miklós nevű ma már senki által nem ismert, és senki által nem emlékezett, kiváló antikommunista és nagyon jobboldali, és nagyon demokrata és a demokratikus ellenzéket tartozó, tehát így nem bal liberális történész, aki egészen kiváló ember volt, szép nagy magyar bajusszal, és azt mondta annak idején, hogy aki az a helyzet, hogy aki úgy gondolja, hogy ő a rendőrség fejével gondolkozik, az maga is a rendőrség ügynökévé lesz. Én nem nagyon szeretnék ennek a kormánynak a fejével megérteni és gondolkozni. Azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon egyszerű oka van, hogy nem érdekelte őket az elmúlt 10 évben a magyar magas kultúra. Mert amikor azt a középosztályt fel akarták építeni, amit egyébként fölépítettek, és amire a Békés Mártonnak a legveszélyesebb problémája, hogy azt mondja, hogy oké, ehelyett kell egy plebejus Magyarország. Egyébként ennek a kormánynak az egyik legnagyobb politikai, másképp nem tudom mondani, bűnet, nem tudom mondani, az, hogy létrehozott a középosztály létrehozásnak az árán egy olyan szegénységet Magyarországon, aminél egyébként az ország gazdagabb pénz szerintem. Most ehhez képest nincs értelme, mert akkor oké, mondja ezt a Békés Márton, de akkor hol voltak az elmúlt 10 évben? Mi történt a plebeiusokkal? Mi történt ebben az értelemben annak a szegény embereknek a kultúrájával, akikről valóban is nem gondolom, hogy ezt valami Péternek kell fogyasztaniuk. De hogy az elit kultúra tudomásul nem vételét, azt én egyébként tudomásul vettem. Azt én megértettem, mert azért tényleg
tényleg egyetlen egy nagy magyar írót használtak az elmúlt években, és ez egy nagyon szomorú és egy nagyon leverő történet, ez Kertész Imre, aki ettől még ugyanolyan nagy író marad, ahol egyébként megértették, hogy úgymond érdemes lenne valamit ezzel keresni. De hát ez olyan reménytelen, mert a Kertész olyan, tényleg most direkt mondom, és boldogan mondom a halála után, ugyanolyan hűtlen volt, mint amilyen zseni. Szóval gondold meg, hogy ez az ember a halál előtt egy évvel azt mondta egy német újságírónak, hogy maguk egy holokausz bogocot csináltak belőle. És az is teljesen igaz volt. Tehát ő nem abban a léptékben gondolkozott, hogy valakinek tartozik-e valamivel. Ő azt gondolja, hogy saját magának tartozik valamivel, a szerelmének tartozik valamivel, és az írásnak, és az irodalomnak. De ő rajta kívül valóban én sem emlékszem arra, hogy mondjuk azt gondolták volna, hogy hát tényleg itt van a Jancsó Miklós, meghalt. És hogy egy olyan filmrendező halt meg, aki a miénk, aki mi vagyunk. Ez valóban egy nagyon értelmezhetetlen stratégiai hiba. Békés Márton szeretnénk megkérdezni erről, hogy remélem, hogy erre is lesz lehetőségünk a közeljövőben, és akkor várunk vissza téged is. Köszönöm szépen. Én köszönöm, hogy itt lettem.